sportosat. Híradónk vendége Nagy János, az UTE labdarúgó szakosztály utánpótlás edzője. Szervusz, üdvözlök! Pontosabban ugye most az U16-os korosztályt viszed. Annak a második csapatát viszem, illetve hát ez egy nagy korosztály. Tehát itt van egy, tehát két csoportban indulunk, van egy másodosztályú bajnokság, illetve egy évvel idősebb U17-es harmadosztályú bajnokságban, ahol viszem a srácokat. Az UFC-vel melyik korosztályt találkozik, melyik csoportot? Az UFC-vel nem találkozom, mert ő másodosztályú, ő neki nincsen csak egy csoportja. Ha, tehát neki és egy... ott nincs? A másik, tehát a kollégám, a Bordán Csaba és a Rász Gyuri, ők viszik az U16 másodosztályt. Ők már találkoztak. Hát ez egy szép mérkőzés volt. Igen. Nekünk fájt, nyertünk, de fájt. Nem, mintha most csend lenne, mintha most megnyugodnánk a kedélyek az UFC utánpótlás és az UTE utánpótlás között. Vagy ez csak egy látszat? Hát ami információk eljutnak hozzánk, azok tulajdonképpen ezt mutatják, a csendet. Mi attól függetlenül ugye mi... Jó, de ott vagytok az edzések, ott vannak ott, a szülők, stb. Nem hallani most semmit. És mindenki most csak oda arra koncentrál. Igen, mindenki most a saját dolgára. Majd ez gondolom élesedni fog majd, hogyha közeledik újra a összecsapás a két Újpest között. Megmondom őszintén, ez távlatból, ugye a haladásból adódóan, ugye ott is volt egy illésakadémia, egy haladás, ott is volt egy ilyen történet hosszú időken keresztül, majd az is rendeződött. De az más volt. Ugye, hát egy kicsit másabb az volt. Az azért más, mint a Újpest az Újpest ellen. Hát tehát igen, azért az ez, más. Ez nagyon rosszat végigélni, és azok a kollégák, akikkel együtt dolgoztunk, ugye azok vannak ott. Igen. És tulajdonképpen nem ellenségként, ellenfélként. Igazából nem is ők az ellen, hanem a szülők, hogy érik meg most, utéból viszik a gyereket, aztán utána mi lesz velük. Tehát mennyire szokták ezt a kérdést föltenni nektek, edzőknek? Hát jövőképileg, megmondom őszintén, hogy az Újpest FC ebből a szempontból előnyt élvez, mert ő neki ugye van felnőtt csapata. Igaz, egy más kérdés, hogy aztán abból mennyi fog oda felkerülni. Ez egy más kérdés. De elméletileg nekik ott van az egyenes út a felnőtt csapat, igen, az Újpest. Igen. Na most, hát... aki Újpestre megy, azért megy oda, mert ő, gondolom én, hogy az Újpest felnőtt csapatban szeretne majd játszani. Ez meg is maradt, megmaradt ez a tradíció, ugye annak idején mi is ezért jöttünk ide. Igen. Hogy a srácaim hogy az Újpest nagy csapatába futballozzanak, és ugye hát a folyosó adott is volt. Tehát na most nincs folyosó. Most elágazik a na folyosó. Na most mi van? Épp ezért. Akkor mit mondtam? Hát, vagy nem is került szóba, tehát most egyelőre mindenki bedugja a fejét a homokba, és nem is gondol arra, hogy hát, mi lesz most jelen pillanatban, megmondom, ezek a vezetőkre tartoznak, ezek amik hozzánk eljutnak de információk. A játékosok jelen pillanatban, tehát most az én játékosaimról beszélek, illetve... Már 16, tehát már érett, felnőtt gondolkodással bír egy-kettő hát, játékot. Egy-kettő bír. 16 évesen már hát, aki már... elkötelezett a labdarúgás iránt, és abba gondolkodik, igen, hogy ő labdarúgó lesz. Most már 16 évesen elkezdett ezt dönteni, nem? Hát el. Egyébként késő érő típusok a játékosaink. Tehát nincsenek, tehát az előző mondjuk 10 évre visszamenőleg sokkal eltökéltebbek voltak. Mm-hmm. Egyrészt ugye nem volt egy ilyen versenyhelyzet, aha, másrészt meg csak olyan versenyhelyzet volt, ami a budapesti klubokat érintette. Igen. Tehát Vasas, MTK, Honvéd, ezek. Más nem jött egy szóba. Ráadásul ugye az Újpest ezek között, a klubok között sem volt azt mondom, infrastruktúrálisan az elsők között, de nem is volt az utolsó. Mm-hmm. És ugye most jelentős erőlelépésünk van, talán ezzel tudunk versenyt tartani az UFC-vel. Most visszakanyarodva, most a 16 éves srácok már azt nézik, hogy külföldre hogyan tudnak elmenni? Mert most hallom, hogy ez a legnagyobb divat most. Hát, már megmondom, ebbe a korosztályba is már igen, kifelé. Hát megmondom őszintén, hogy nekem a gyerekeim, illetve ebbe a korosztályba a gyerekek nem nagyon foglalkoznak, hál' Istennek. Tehát mi ezt le tudtuk. Hát a szülők azok, az mindig a szülői, az egy külön történet. Érdekes, mert én is voltam azon az oldalon. Én tudom, hogy melyik a másik, igen, oldal. És persze, mint minden szülő ugye a gyerekét védi, és a gyerekének akarja a legjobbat, de én úgy gondolom, mivel én sportban nőttem föl, tehát a labdarúgás környékén nőttem föl, és a labdarúgásban is dolgoztam elég sokat, vagy kicsit kisebb kihagyásokkal, de ott maradtam, próbáltam tulajdonképpen úgy nevelni a srácaimat a realitás talaján. Tehát az, amiért ők megdolgoznak, vagy ahova oda tudunk érni, azt érjük el. Vagy amit csinálunk, azt csináljuk becsülettel, minden munkát beletéve. Mert a munka gyümölcse az mindig megvan.
Jó, oké, de minden választ a kérdésre. Most ezek hogy látják maguk előtt a távlati célt? Nagyon sokat beszélgetem a srácaimmal ezzel kapcsolatban, külföldi futballal. Sokat is néznek videóanyagot, beszélgetünk egymással, hol nézzétek meg, mit nézzetek meg. Ők azért a szülőkkel kicsit szembe is szállnak ebben, hogy nem tudnak odaérni jelen pillanatban. Tehát ők azt mondják, jó nekik itt? Jelen pillanatban élvezik ezt, amit csinálnak. Most innen, hogy... Itt is az a cél, hogy élvonalba eljutni. Tehát NB3, NB2, NB1. NB1-ben nagyon kevés, rálátásom szerint kevés az, aki most jelen pillanatban oda tudna érni. Viszont... Mert mi hiányzik belőlük? A képesség, tudás? Az akarat. Akarat? Az akarat. Az akarat. Sok összetevője van ennek. Ezen sokat beszélgetünk a kollégákkal, összehasonlítva az időszakokat, mondjuk csak 10 évre visszamenőleg. Tehát más volt a tanterv, más volt a gyerekek szabadideje, más volt a többi sportág. Tehát labdarúgás magasan kiemelkedett. Nagyobb vonzás körzete volt. És itt most ebbe beleértve a negatívum, pozitívum. Igen. Tehát keresetileg, illetve igen. Most nagyon el vannak fogva. Nincs idejük kimenni a gyerekeknek arra, hogy kimenjenek egy kicsit úgy grund jelleggel, tér jelleggel focizni. Le vannak kötve, iszonyatosan le vannak terhelve az iskolával. Reggel 0 óra elmennek, beesnek 2:30-kor, 3:30-tól már edzés. Mikor? Utána menni haza, tanulni. Iszonyat. Iszonyat. Mm. És épp azon beszélgettünk, kisebb korosztályú edzőknek is, hogy a szülőknek ez óriási teher. Hogy a kisgyerekeket ugye 5 óráig ott van az iskola, vagy mi a iskolába, korep, vagy mi az vinni isten. Vinni a kortára. Igen, edzésre. Szaladni, edzés, igen, onnan haza. Nagy lekötöttséggel jár szülő, és neki is lenne más dolga, és a család fennmaradjon. Fennmaradjon, így van. Anyagilag is. Plusz a gyereknek az elképzeléseit támogat. Igen. És ugye itt van egy hatalmas nagy kompromisszum a szülők is felénk közöttünk, mert ugye mi vagyunk a gyereknek a második apja. Igen. Hiszen ha levetítjük időre, majdnem ugyanannyi időt töltünk effektíve a gyerekkel, mint ő. Mert ugye az alvási időt nem számoljuk, mert azzal ő nem tud kommunikálni. Akkor végül is nem is azzal van a probléma, hogy most mit tanít az utánpótlás edző, ugye van egy vita, hogy vannak, akik azt mondják, már most már úgy kell tanítani a fiatal gyerekeket, mint hogy a felnőtt csapat játsza a játék stílusát. Lásd Diós Győrben most ez a példa. Táblán szépen le is vezetik folyamatosan korosztályokra, stb. Igen. Amivel sokan nem értenek egyet. Van másik oldal, aki nem ért ezzel egyet, hogy igenis hagyni kell, hogy a fiatal legyen kreatív, gondolkodjon, és hagyj játszon. Ott a labda, játszon, mutassa meg, mit tud, és aszerint kellene kialakítani dolgokat. Igen. De akkor ezek szerint nem ezzel van a probléma, hogy most melyik oldalt képviselik az edzők, hanem itt önmagában egy teljesen más, ami ezektől független. Én azt gondolom, hogy a képzésekben, csak az útéről tudok beszélni, nekünk a képzésünk ugye a lenti korosztályoktól indulva, ugye amennyi rálátásom van, mert azért elég sokat ott edzenek, és látom őket, és figyelem is őket, nem csak az eredményüket, hanem a képzésüket, az rendben van. Tehát hagyják őket játszani, tehát hagyják őket futballozni, de korlátok között vannak szabályok, amiket meg kell tanulni, illetve hát vannak alkalmazások, amiket... Igen. Nekem az a fájó ebbe a történetbe, ebben az utánpótlás történetben, hogy azt is elhagytuk, ami jól működött. Tehát mindig változtattunk valamit, hogyha végignéztem egy jó pár korszakot. Igen. Tehát jött ez a korszak, jött a rondó, ez az. Tehát amivel nincsen alapjába véve probléma. Csak az, ami egy magyar játékos gyereknek jól működött, azt miért kellett elhagyni? Tehát azt a játékosságot, azt a önfelett mozgást. Én értelek, csak most, ha nem hagyjuk el, akkor is... Megmarad az a probléma, amiről előbb beszéltél. Megmarad, az így van. Az így hát van, azért mondom, hogy igazából ott van a... És hogy addig, míg ott nincs változás... Addig ez nehéz. Addig ti most hiába próbáljátok most így, úgy csinálni, vagy most a Juventus csinál az utánpótlást, vagy bárhogy a németek. Nem tudtok, hiszen ha már németek szóba kerültek, tudjuk, hogy szinte nincs nyári szünet. Igen. De csak 3 órájuk van az iskolában. Igen. Pontosan emiatt, ugye megkapják a tananyagot, csak... Nem, 5-6... ott is van képzés. Így tehát van. Direkt labdarúgó specifikus van. Képzés van. De hát ugye másképpen van az oktatás évtizedek óta felépítve. Abba belefér az, hogy azért utánpótlás korban azért ott van a napi 2 edzés nekik, a külföldieknek.
Tulajdonképpen... És ezt a Dárdai Pál mondta, hogy ez kellene, és nagyon fontos mondta, ugye, hogy a 12-15 éves korosztály között, meg aztán végképpen ez nagyon fontos, hát nagyon, akkor megkapják a terhelést, mert később meg már... Hát azzal előtt, hogy úgy beszéltünk, hogy 12 éves kori kapjon meg mindent a technikai elemekből, igen, tehát mindent tudjon sajátítani, alkalmazás szinten, és utána 12-15 éves korba pedig már... De akkor már úgy kell terhelni, aki Németországban ezt meg tudják oldani, hiszen csak 3 óra van egy nap. Igen. Tehát ebből is kellene merítenünk, ami jó, de ami nekünk jó, azt meg kéne hagyni. Csak azért mondom, hogy nagyon nehéz, mert itt nálunk ugye más iskolarendszer. Más. Na most innentől kezdve ti edzők, szakemberek, hiába akartok koppintani, hozni jó dolgokat, vagy megőrizni. A gyerekkel van a probléma, hogy mentálisan elfárad, nem akar, nem törődik vele, mert nyomasza. Így van. Hát most és igazából... Innentől kezdve bármit csinálhatok. Igen. Hát próbálunk erre törekedni, hogy minél többet elsajátítatni a gyerekeknek is, hogy meg legalább, hogy mondjam, tehát ebből a szempontból is visszakanyarod, vagy pillanat szülők, ugye nagyon hálásak ebből a szempontból, mert nem csak sportoló emberi is neveljük őket ezáltal, hogy mindig arra koncentrálj, amit csinálsz. Tehát, hogyha most edzésen vagy, akkor próbálj odafigyelni, de ezt nekünk látni kell, hogyha az az eltervezett program, amit létre akarunk hozni, mert ugye periodizációban dolgozunk, ugye megvannak a programok, hogy mit kell végrehajtanunk 2 hetes ciklusokban, és ha látjuk azt, hogy esetleg nem működ, mert fáradtak a srácok, általában ez olyan hét közepe felel, tehát egy csütörtök, akkor van például a intenzitásban a legkisebb intenzitású, és inkább akkor rámegyünk ezekre a technikai elemek alkalmazására, még a 16-os korosztályba is, mert sokszor van olyan, hogy attól csúnya szóval élve fullad meg a taktika, mert a technikai elemeket nem tudjuk kellőképpen alkalmazni. Erőt eszem, igen, ez szegény Nagy Laci ugye, barátunk, igen. Az Újpestek, ugye ő panaszkodott, hogy MB2 felnőtt labdarúgó csapatánál az edzéseket azzal kellett tartani, hogy megtanítsa, hogyan kell fejelni és beadni a labdát. Ezt a Zsizsa tanár úr is elmondta. Na, tehát azért mondom, ez valós. Na most oda hogy kerülhetnek egyáltalán az utánpótlásból föl ilyen képzettséggel játékosok a felnőttekhez? Tehát ez régen, ez nem történhetett ez meg. Nem. Most ezért kérdezzek vissza, hogy ki engedi, hogy ezekkel a képességekkel X játékosok a felnőtt csapat öltözőjébe bemenjenek. És bemennek és játszanak. Ahogy ő a Sisa is elmondta, Nagy Laci is elmondta. Hát igen, ebből a szempontból talán ez volt az egyetlen egy buktató eleme ennek a fiatalított MLS rendszernek, ami nem a teljesítmény orientált. Tehát nem azért, jó, de ez már korábban is így volt. Tehát ez már 5 évvel is így volt, 7 évvel is így volt, hogy egy ilyen képességű játékosok sora ott lehetett az NB1 felnőtt, vagy NB2 felnőtt csapatában, míg jobb képességűek nem jutottak oda. Hát igen. És ezeknek meg tanítani, mert már nem lehet. Nem. Na jó, most fejleszteni akkor... lehet még, mindig lehet fejleszteni, de már... Jó, de hát ezzel ment el az edzés, ahelyett, hogy ugye felnőtt csapatnál más kellene csinálni. De mai napig látom az NB3-os felnőtt csapatokban olyan technikai és taktikai hiányosságok vannak, amiket mi már adunk a gyerekeknek most, tehát mi már most adjuk ezeket, hogy ezeket ne kövessék el, de még mindig adódik. Na most ők hogy kerülhettek oda? Hát ez egy jó kérdés. Ezt megmondom őszintén. Mert innentől kezdve az egész magyar labdarúgás renoméját rontják, hiszen hát kimenne, és les tudja venni a labdát, és NB1-es labdarúgó is felveszi a X milliókat. Mert ezt látja a szurkoló. Ezt látja, igen. És az tulajdonképpen az, amit az én elméletem, és az én, amit én vallok is, és meg akarok tanítani, és meg is tanítom a srácaimmal, az, hogy vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartani. Tehát a játéktéren belül, tehát egy védőnek, egy középpályásnak, egy támadónak. Hogy mik azok, azok a szempontok, aminek ezt álmában is tudni kell, mint a mateklecke. Jó, oké, mateklecke, matek iskola. Aki nem tudja, az megbukik. Nálatok utánpótlás terén mi van? Tehát azt mondod, van egy szint, hogy meg kell tanulni. Így van. Mi van akkor, járod a gyerek, rendszeresen, tényleg nincs vele gond, fizeti, ami fizetni kell, de nem tud haladni a leckével. Ilyenkor mondjátok-e neki, hogy abba kellene hagyni, vagy menjen máspól. Tehát mi történik az ilyen gyerekkel? Hát nálunk ugye az akadémián az működik, hogy ugye vannak ugye a vagy mély csapatok, most ez lila vagy fehér, ezt teljesen mindegy, hogy hívjuk.
ugye változnak folyamatosan a gyerek, meg így 16 évesen is úgy néznek ki, mint a pásíp. Tehát ugye itt van az úgynevezett érettség, ugye, amikor még piszkosul el vannak távolodva egymásnak, majd 17-18-ban már ugye ez realizálódik, közelítőnek. Igen. És ugye jönnek az accelerált, retardált gyerekek, stb. De attól függetlenül az a tudás, ami benne van, vannak későérő típusú, korai, ezek mind szabályok, ezek is szabályok. De én iskolában nem mondhattam azt, hogy én későn érő vagyok, én egy év fogom tudni a matekot. De volt erősséged valamibe abban a sport. Tehát de jó, de az azt, most visszatérve az iskolában, tehát ha nem tudod a leckét, megbuktál a tantárgyból, és akkor kész. Akkor ismételned kellett, hiába voltál többi tantárgyból jó, vagy igen, elégséges, hát attól neked ismételned kellett. Igen. Vagy adtak még lehetőséget egyszer, hogy megpróbáld. Egyszer. Na, de nálatok mi van? Hát nálunk az van, hogy ugye ezeknek a játékosoknak, akik mindegyiknek van valami erénye. És azt az erényt próbáljuk tökéletesíteni. Uh-huh. De ha azon a poszton nem, akkor egy másik poszton próbáljuk. Jó, de hogy nem tudja levenni a labdát, ha nem tud... Hát az viszont nem terület hozzánk. Tehát az úszónak van egy szint, egy alapszint, ahonnan indulunk. Na hát itt már azért ezek benne vannak. Tehát már a... Ezeket lecsekkoljátok előtt? Persze, persze. Egy komoly szkót rendszeren megy keresztül. Szuper. Egy komoly felvételen megy keresztül, ami több héten keresztül zajlik. Edzőmeccseken, edzéseken. Mivel az edzéseken más a program, ebben van technika, taktika, és van mérkőzés. Ez legyen edzőmeccs, általában edzőmeccseken nézzük meg, ott kiderül, hogy mi van a gyerekben. Uh-huh. És onnastól mi már olvassuk, ugye egyeztetve a szakmai vezetőkkel, a korosztályos edzővel, illetve a szkótokkal, hogy milyen elképzelés, vagy egyáltalán eléri ezt a szintet. Most mi figyelembe veszük azt, hogy azok, akik régebb óta itt vannak, és fejlődőképesek, azok mellé nem hozunk ilyet, mert nincs értelme. És akkor mit mondtok? Köszönjük szépen. Próbáljuk meg fél év múlva. Nem hagyjuk el, mert van egy árnyékrendszerünk, egy árnyék szkót rendszerünk, amiben ezek az árnyék játékosok benne vannak, és tartjuk velük a kapcsolatot. És most például van nálunk egy... Nem ők mennek például a vízmű, vagy valami más kisebb csapathoz? Nem, azért nem működik, hogy esetleg valami, vagy blaszt csapathoz menjenek valahová? Nem. Aki ide ajánlják be az UT-hoz, azok most azt mondom, hogy 85%-ba ide is kerülnek. Ők miért kik hozzák oda? Nem a szülők, a gyerekek? Nem. Szkótok. Csak szkótok. Tehát mert ugye megvannak nekünk, hogy mik a hiányposztjaink, hogy mi hol van. Jó, de hát akkor most a gyerek a szülővel nem mehet oda, vagy a gyerek magával nem jelentkezhet, hogy persze, hogy ne jöhet. Bácsi, szeretnék itt futballozni? Akkor megvan ennek a folyamata, van egy úgynevezett adatbankrendszer, abba fölírjuk a gyerek adatait, lejön edzésre, megnézek. Természetesen egy hét az az alap. Tehát egy hét előtt nem szoktunk azért játékost elküldeni, természetesen volt erre is példa, hogy nem ért el azt a szintet, de általában ugye egy hét, egy edzőmérkőzés, ugye a felkészülési időszakban, és akkor mondunk valamit neki, azt, hogy kell a gyerek, és akkor fölvesszük a anya egyesületével a kapcsolatot, vagy azt mondjuk, hogy most jelen pillanatban még nem éri el ezt a szintet, fél év múlva, ugye az adatbank szerint ugye betároljuk, és poszt szerint, és akkor tudjuk azt, hogy na itt ez a, nézzük meg ezt. Visszajönnek? Vissza, volt, aki visszajött. Tavaly évben ugye a 2001-es korosztálynál voltam, egy évvel fiatalabbaknál, ott volt, aki visszajött. Volt, aki visszajött. És változás is van, pozitív irányban is? Van. Tehát most az U17-es kerettel edz. Például volt olyan játékosunk is, aki visszajött, de nem tudtunk megegyezni az anya egyesületével ebből a bére, ebből a... Anyagi, ez egy más tészta. Más tészta. Most mind a képességeket nézzük. Igen, de a képességek szerint befért De akkor elméletileg nem lenne szabad az NB1-be, NB2 felnőtt csapatába, vagy akár NB3-ba olyan játékossal találkoznunk, aki nincs jobban a labdával. Ez így van. De találkozunk még. De találkozunk, sajnos. Találkozunk. Főleg, tehát mert akkor utánpótlás szinten, megtörténik a kiválasztás, nevelés, stb., hogy elmondod, vannak a szintek, stb. Akkor nem utogassanak a mindenkori szövetségi kapitányok, mert ugye ez a divat az utánpótlás edzőkre. Igen. Hát persze, hát mindig lefele megyünk, ugye? Igen. De én azt gondolom, hogy... Mikor Bernd Stork mutogatott folyamatosan felétek, mit mondtatok ti edzők? Mi volt a véleményetek? Hát visszafordítottuk a mutatást. Tehát, hogy ha ő azt, hogy ezt nem tanítottuk meg utánpótláskorban, akkor mit keres ott? Tehát azt viszont ő hívta be. Tehát ez egy érdekes kör, de, igen. De megmondom őszintén, hogy amikor én azt gondolom, hogy a Pintér is jó vonalon indult el, azzal, hogy minél több játékost megnézett, hogy 35 játékos volt a keretben, az egy jó gondolat volt, hogy megnézzel, hogy legyen versenyhelyzet. Tehát
Tehát mi csúnya körökben úgy szoktunk mondani, hogy menedzserek állítják össze a válogatott, de hát ez nem így van, csak ugye azért... Na nem zörög a haraszt, ugye? Igen, hogyha... Igen. De igazából véve biztos, hogy van bennek valami. Nálatok mi nem, utánpótlás szinte mi nem szól be a menedzserek, nem, hogy nem, ki játszon, ki ne játszon. Nem. Szülők? Szülők sem. Van egy etikai kódexünk, ugye mindennek előre ment, mondom, álltam a túloldalon is, és ugye rengeteget segítettem ezzel kapcsolatban. De korábban nem így volt. Korábban nem így volt. Kellett hozni ezt a etikai kódexet. Igen, és igen, hát ott egy kicsit ugye messzire elszaladtak a szülők, azt gondolták. Tehát ugye nem véletlenül mondják, hogy 8 millió edző országa vagyunk, igen. És ez nem biztos, hogy csak abból áll, ugye Zámbos Anyi bácsi szokta mondani, egyen meg a drága szívét, mindig azt mondja, hogy nálunk az edzők nem abból állnak, hogy bóját rakosgatnak. Tehát ez nem ebből áll, mi ennél sokkal-sokkal szertágazóbban használjuk az utánpótlást, illetve neveljük a gyerekeket. Egy biztos, hogy itt az UTE Akadémiában, ugye mindig emelgetjük ezt az UTE családot, ez itt még mindig megvan. Mindig kisebb arányban, de megvan. Ide, aki bemegy, bejön ebbe a rendszerbe, az elmegy, az vissza sírja, vagy legalábbis szép emlékekkel beszél róla. Én legalábbis akikkel dolgoztam együtt, srácok, legyenek azok a Vasasba, tehát oda is adtunk játékost, azt mondom, még B csapatból is korosztályos válogatott lett. Tehát most, hogy a Herédi ott van a Vasasnál, most akkor így könnyebb, ugye utánpótlásban ott van, akkor most így könnyebb a kapcsolat is jobb. Igen, akkor. Ugye ő neki, ugye bejön a Bánka Kristóf, ő neki, ő hazajön. Hát ugye ott nőtt föl azon a pályán, azért tehát, mondom, igen. Ő neki ez hazajön. Ugyanúgy, ahogy a Jurácsik Matyi, ugye hazajön. Akkor igen, ott van ugye a Mező Jani bácsi, ugye a Pipás Jani bácsi, a tanár úr, ugye aki ott azon a pályán 70-es években, ugye, tehát itt vannak olyan játékosok, még a rendszerben, most nem feltétlenül a Juhász Peti bácsira, vagy az Ámbos Anyi bácsira gondolok, de például a Gyimesi Jenő, a Rász Gyuri, úgy kollégáim, ezek mind ott nőttek föl a célnapályán. Pár percünk maradt már csak. Hétvégén újra labdába rúg a magyar labdarúgó válogatott, és több hónapos hallgatás után kiderül, hogy Nikens edző, hogy a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, hogy gondolkodik a magyar labdarúgásról, eddig az edzők, játékosok mondták, hogy semmit nem tudnak arról, hogy ő miképpen gondolkodik, mik a tervei, mit szeretne, hogy lát, hallgatott egészen. De most már pénteken ugye muszáj lesz. Nem is gond, mindenki úgysem jól esik. Viszont a mostani hír ugye, hogy úgy döntött, hogy mentálisan is megerősödjön a keret, ezért az új szövetségi kapitány templomba is elviszi a játékosait. Nekem egy kicsit olybá tűnt először, mikor elolvastam ezt a hírt, hogy hókusz-pókusz, nagy PR szöveg kifelé, igazából szakmailag nem tud semmit, mert templomba viszi a felnőtt kész válogatott labdarúgókat azért, hogy mentálisan jók legyenek, ez egy kicsit zavaros. Aztán utána rájöttem, hogy miért. Igenis képzett edző, aki rájött, hogy ezek a játékosokkal nem lehet mit kezdeni, olyanok, amilyenek, olyanok a képességei, nem véletlen ugyanazokhoz nyúl hozzá, akikkel az előző kapitány is, ugye? Rájött, hogy a képességeket már nem tudja javítani. Nem marad más hátra, mint hogy fejben valahogy valamit plusz motivációt adjon, hát ha egy pici hozzá tud tenni, mert egyébként én most ezt gondolom ebből a templomos történetből. Igen, ez érdekes. Ez új volt nekem is, tehát akkor most sokkor talak ezzel a tény, hogy a felnőtt, kész, érett profi labdarúgókat templomba kell vinni ahhoz, hogy mentálisan jók legyenek. Miközben, hagyd nem mondjam, mekkora összegeket tesznek zsebre, hogy ők profik. Igen. Hogy ők profik. Ez egy kicsit. De mondom, aztán végül is én így győztem magam, hogy rájött, hogy nem tudom, tehát a labdarúgás berkeiben ez a fajta... Szakmailag, mint futballszakmai, már semmit. Tehát ezek nem hívők, tehát ezek a játékosok, gondolom, tehát őnekik ez annyira új, mint falunak a villany, hogy most templomba mennek, hogy ennek mentálisan milyen értéke van, ezt meg fogom kérdezni a missziológusunktól, mert ő egy nagyon széles látókörű ember. De ha bejön, akkor nektek is, akkor ezentől az Újpest utánpótlásnak is. Nekünk közel van, mert egy utcával odébb van a templom. Templomba kell majd járni. És ajánlom a Vignyevics úr figyelmébe is, akkor, hogyha ez beválik, mert akkor ugye a felnőtt csapatot is el tudja vinni. Hát mondom őszintén, hogy egyetlen egy dolog jut ezzel kapcsolatban eszembe, hogy annak idején ugye a utánpótlás válogatottaknál, ugye a Petre Kanics doktor úr csinált egy felmérést, hogy a fejbe jön.
hogy bevitte egy zárt szobába a gyereket, a válogatott játékost, és pontosabban Kleinheiser volt ez, hogy nevet is mondjak, befektette a szobába. És olyan nyomás alatt voltak a játékosok, a klubcsapatokból érkezve, olyan nyomás alatt voltak, hogy nem tudott nyugalmi állapotba kerülni. Olyan púzus számon pihent a játékos, hogy azzal nem tud mentálisan gondolkodni. Tehát nincs pihenés, terhelés időszaka, nincs összehangolva, nincs aktív pihenés, nem tud a játékos kikapcsolódni. Ez eszembe, hogyha most megnézzük, az űrből jött két játékost, a Messit meg a Ronaldót, akkor tudjuk, hogy ők ezt ők pszichológus által, meg önmaguk le tudják úgy vinni alfába. Most mondhatnám a jogát értem. Is. Tehát, hogy elveszem. Minden sajnos időnk lejárt. Rövid, mit vársz a két barátságos meccstől, kazak, skótok? Én azt mondom, hogy mivel most egy új impulzust kaptunk, ez az új impulzusnak ki kell jönnie valamilyen szinten, a játékosok felől. Én örülök, hogy a Nikolicsot is megtalálta a szövetségi kapitány úr. Bízom benne, hogy azok a játékosok, akik a klubcsapatukban játszanak, azok itt hozzá tudnak tenni. És a válogatott. Én azt mondom, a kazakok ellen egy küzdelmes, taktikailag azt mondom, inkább kevés taktika lesz, inkább harcolós foci lesz. Hát a másik meccsen szerintem ott focit fogunk látni, és ott bízom benne. Én azt mondom, hogy két. Az első egy X-es meccs, a másik egy győzelem. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen, hogy a lehetőséget. További sportosat.